tisztelettel üdvözlök mindenkit, Bacskai Sándor vagyok, a Váci tesztelepő. Amint lássátok, 1511 galamb lett becsippezve, annyi érkezett jelenleg haza. Úgyhogy ezt az autót kizárólag csak azt tudja megnyerni, aki itt van, és három leggyorsabb galambja neki van. Amint lássátok, a kiírásokat tartsuk, mert csak olyan, hogy a galambász tudja megnyerni ezt, akinek végigmegy a galambja. Nem csak, hogy végigmegy, hazajöhet menet közbe is, lehet akár első, lehet második, de semmilyen galambnak nem teszünk semmiféle kedvezményt, és minden egyes galamba, aki elmegy, annak el kell menni, mert ilyen autót csak a legjobbak tudnak nyerni. Nem baj, hogy elment, vagy másnap jön haza, nincs vele probléma, mert legalább megtanulják, hogy mi az igazi maraton. Úgyhogy amint lássátok, egyben vannak a galambok, jó, megérkeztek, jó versenyt kívánunk mindenkinek, és a jövő héttől szintén már tudtok a Lady-re nevezni, jobban mondva már a héttől, és van egy olyan, hogy föltesszük majd, hogy egyesületi tagok, akik 1000 forinttal kiváltsák az egyesületi tagságot, azok egy galambot nevezhetnek, és jövőre az első 10 nyer egy csapatot ingyen. Itten bemutatom nektek a Sportszárnyak Egyesületét, amennyiben ennek tagjai akartok lenni. 1000 forint egy éves tagsági díj, nevezhet el egy galambot az 1000 forintodban, és az első 10 független attól, hogy mikor jön a galambod, az nyer, jövőre egy csapatot ingyen küldhet. Ez a mi plusz ajándékunk. Úgyhogy remélem több tagok lesztek, és nevezzetek, rajta van a bankszámlaszám, vagy esetleg záróverseny napján a Mercinébe lehet fizetni az 1000 forintot. De a galambot meg kell nevezned. Név, cím kötelező. Hát barátunk Németországból galambász, ő fegyüljelte a mai gyűjtéseket, hogy minden sportszerűen zajjon. Itt lesz a versenyeken, itt volt a berakásnál, úgyhogy biztosítsa benneteket, garantálja a verseny biztonságát. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenkinek tetszett. Köszönöm. Ja, mit? Ja, wir haben heute die Tauben eingekorbt für das Halbfinale für morgen und wir sind ganz gut durchgekommen und jetzt warten wir auf die Abfahrt. Die Tauben haben jetzt noch was zu saufen gekriegt hier und da und wir sind zufrieden mit allem. Die Tauben sind gut konstatiert worden und wir wünschen morgen allen Teilnehmern viel Glück für das Halbfinale.